Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, ahogy ígértem a műsor elején. Egy új sóstói múzeumfalus rendezvényről is szólunk. Vendégeim Tarcali Anikó, a múzeumfalu rendezvény szervezője, valamint Pali Cildikó, a nyíregyházi kosár közösség tagja. Sziasztok! Szia! Magbőrze 2016, az évben, illetve az évtizedben először, reméljük, hogy nem utoljára. Mi is ez a magbőrze, Ildikó? Mesélj az alapokról, hogy hogyan jött az ötlet, és maga a nyíregyházi kosár közösség hogyan csatlakozik ehhez az egész rendezvényhez. Tehát a magbőrzék ilyenkor az, nem csak az országot, hanem az egész világot szinte már behálózzák, és általában civil szerveződések mentén alakulnak ezek a kis érdekes rendezvények, és szinte az egész világban az a célja ezeknek az összefogásoknak, hogy bizonyos élelmiszerek eltűnnek a piacról, mert a mezőgazdaság és a profit alapú élelmiszertermesztés nagyon rákúszik arra a fajta mezőgazdasági termesztésre és élelmiszergyártásra, ami csak a profitot tartja szem előtt, és ezért minden növényt kezdenek egy olyan hibrid fajtává alakítani, vagy épp a génmanipuláció is megjelenik, amit nagyobb lesz, termelékenyebb, eltarthatóbb, utaztathatóbb, tehát bármilyen szempont, de ami nem arról szól, hogy amikor ezt ételként elfogyasztjuk, akkor az valóban a mi egészségünket szolgáló beltartalommal, vitaminnal, rostanyaggal rendelkezik. Rettegés és félelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hihetetlen, amiket mondasz, persze valós hát dolgokat is. Sajnos már csak tudjuk. Így amikor tényként közli valaki, akkor kicsit meghökkent. Hogyha bemegyünk egy nagy áruházba, és ott megnézzük, hogy a polcokon milyen élelmiszer van, akkor körülbelül 5 növény, ami ennek az alapja, a kukorica, a búza, a napraforgó szója, és mondjuk a burgonya, és hogy hát azért az élelmiszerpiacon pedig sokkal több mindennek kellene jelen lenni. No, és hogy ezek a magok, egyébként még vannak ezek a tájfajta magok, főleg magánembereknél, magánkézben, és úgy maradhatnak életben, hogyha ezeket használjuk, elvetjük, termény lesz belőle, magot fogunk, jövőre újra elvetjük, illetve a felesleget megosztjuk. Tehát ezek a magbőrzék erre jönnek létre, hogy emberek találkoznak, és ezt a nagyon nagy kincsüket egymással, és persze a mögötte lévő tudást is, hogy hogy kell elültetni, milyen mélyre, hogy kell locsolni, ezeket megosztják. És egyfajta közösségépítés is indul ilyenkor. Gazdaság, társadalmi építkezés is észlelhető ebben az egész magbőrzében. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy akkor vasárnap kiket fog megmozgatni ténylegesen ez a rendezvény. Milyen előadások vagy programok lesznek a magbőrze alatt, hiszen ugye ez olyan furcsán hangzik, hogy magbőrze, bár az alapokat ugye Ildikó elmesélte. Mi csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, a sóstói múzeumfalu, méghozzá azért, mert ez régen sem volt ritka, hogy az emberek magot cseréltek egymással. Ha már egy fajta jól bevált, ellenállt valamelyik betegségnek, akkor bizony kicserélhették egymás között. Sőt, szerintem ez napjainkban is ugyanúgy megfigyelhető, hogyha valaki hazavitt egy nagyon különleges növényt, akkor az bizony egy szép idő után, de már az egész soron megfigyelhető lesz egy utcaképnél. Ez a rendezvény így kapcsolódik egy kicsit a hagyomány által a múzeumfaluhoz, és szeretnénk mi is azt, hogy minél szebben be tudjuk mutatni azt a pár portát, ahol van kertünk, és a paraszti gazdálkodást be tudjuk mutatni, hogy milyen fajtákat ültetünk oda. Tehát is. Tehát akár a tájfajtákat is meg lehet nézni, hogy pontosan. Mi az, ami annak idején, vagy évtizedekkel ezelőtt még természetes volt, most már annyira nem. Milyen növényekre kell gondolni, vagy milyen magokra kell gondolni? Itt tulajdonképpen bármilyen mag előfordulhat. Uh-huh. Tehát, hogyha esetleg virágmagokra gondolunk, vagy a veteményes kertben a különböző sárgarépákra, középkortáján inkább ismertebb volt például a fehérrépa, ma már a narancssárga verzióját ismerjük, és egyre jobban terjedt például a fekete sárgarépa is, mint egy ilyen design színkeverék is talán, és színesebbé teheti az asztalunkat, de a nagy dobosi sütőtököt talán mindenki ismeri, az egyik jelentős tájfajtánk, de ezen kívül megfigyelhetőek voltak különböző paprikák, uborkamagok, amelyeket remélhetőleg a Tápiégó Szelei Génbank, a Növényi Diverzitási Központ fog hozzánk elhozni, és majd lehet cserélni velük magokat. Ezekről a tájfajtákról is lesz amúgy előadás például vasárnap a magbőrzén. Számomra egy nagyon érdekes felhívás is olvasható amúgy a hivatalos plakátokon, hogy lesz magcserebere. Ez hogyan fog működni és hogyan lehet csatlakozni hozzá? Ugye a magbőrzének minél szélesebb társadalmi körhöz kellene elérnie, így lesznek szakmai előadások, amik az előadások által
vitát generálhatnak, megbeszélést, és a közösséget is erősíthetik, és emellett persze az emberek elhozhatják bárki a kis féltett magját, amit nagyon szeret, legyen az virág, zöldség, vagy bármilyen fa csemete, amelyet jó szívvel ajánl bárkinek. Elsősorban ez nem pénzalapú csere lenne, hanem tényleg magot magra cserélni. Lehetőleg nem kell belőle annyi példányt hozni, hogy egy fél hektárt is el tudjunk ültetni, hanem a lényeg az lenne, hogy magfogással az emberek szépen maguknak tartalékolnak be, és utána például a következő, a második magbőrzére már hozhatják ezeket a fajtákat. Emellett a magcserebere mellett pedig gondoltunk a gyerekekre is, úgyhogy nekik is találtunk ki olyan feladatot, amivel majd a kerti tavaszi munkákat segíthetik a szülőknek, például reteg magszalag készítéssel. De jól hangzik, és nagyon trendi, mondhatni trendi, divatos témával is előrukkoltak a szervezők, hiszen többek között arról is lesz majd előadás, hogy mennyire figyeljünk oda a táplálkozás terén a magokra, hogy igenis az egészséges, nem egészséges, mi az, amit kell vinni a szervezetünkbe. Nektek van esetleg tapasztalat vagy ajánlás ezzel kapcsolatosan? Hát mi talán mindig úgy közelítjük meg ezt a témát, hogy egyénre nagyon nem tudunk lemenni, mert annyiféle étkezési szokás van, annyiféle egyéni érzékenység, hogy mindenki megtalálja majd a saját útját, de hogy az alapinformációk, hogy mit miért csinálunk, és amikor az életemben megjelenik egy probléma, egészségesen akarok táplálkozni, igény felmerül, vagy kell, mert már valami élelmiszeralergia beütött, akkor mik azok az alapvető információk, amiből elindulhatok, akár a növények esetében is, hogy egy hibrid növény az már mindig kevésbé lesz jó, mint egy tájfajta növény, hogyha a valódi beltartalommal akar az én szervezetem találkozni. Tehát egy kicsit mi inkább ezt a tudást szeretnénk valahogy csatornázni, és aztán, hogy mindenkinek az életében valahogy ez helyet talál. Magbőrze első alkalommal Nyíregyházán most vasárnap, jól mondom, igen, március 6-án. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és arra kérlek, hogy maradjatok még egy kicsit velünk, hiszen lesz egy bejátszásunk. Mondhatni felvezetőként azt, hogy Nyíregyházán már divatba jött a lakáskoncert, több kamarai kórus is ad különböző helyszíneken ilyen kis performanszokat, Debrecenben pedig már a lakás színház is divat lett. Hegedűs D. Géza megyénk kiváló művésze, ugye, aki Ibrányban született, ott játszott, a részletekért maradjanak velünk. Nem a krónikás dolga, hogy az ellentmondásokkal foglalkozzon. Az elbeszélő, akinek a személyét majd idejében fölfedjük, csak annyit tud, hogy az események valamennyi polgár életére hatottak, és hogy ezrek tanúsíthatják, igazat állít. A véletlen hozta úgy, hogy belekeveredett mindabba, amit most előadni szándékozik, hogy módja volt bizonyos tanúvallomások összegyűjtésére. Az ő dolga most az, hogy elmondja, ez történt. Ha egyszer tudja, hogy ez, csak ugyan megtörtént. Hogyan született ez a Pestis című előadás? A Pestis megszületése a fordítóján, nem, hát Albert Camus-nek köszönhető, aki már a második világháború alatt, amikor a német megszállás idején kénytelen volt bujkálni Franciaországban, és szerkesztette az egyik ellenállási fórumot, az egyik lapot. Ez alatt az idő alatt elkezdte írni a Pestis című regényét, amely tulajdonképpen, ha tetszik, a fasizmus anatómiája. A háború után jelent meg, egyik nagyon fontos alapműve Albert Camus-nek, a Nobel-díjas francia írónak, aki éppen 2 évvel ezelőtt lett volna 100 esztendős. Motto: gyakran valamiféle nem létezővel ábrázoljuk a valóban létezőt. Épp így észszerű a bebörtönzést másfajta bebörtönzéssel ábrázolni. Daniel Defoe. Egy kedves idős barátom, Márton László,
hosszú ideig emigrációban Franciaországban élt, rendszerváltás után hazaköltözött, ő egy irodalomtörténész, esszéista, komoly gondolkodó, és a magyar állam a rendszerváltás után fölkérte, hogy legyen Algériában a magyar nagykövet. Abban az időszakban, amikor ő ott nagykövet volt, akkor olyan társadalmi viszonyok voltak, hogy nagyon zártan, bezártan lehetett csak élni a követségen, mert ha kilépett volna, akkor lehet, hogy fegyveres konfliktus kellős közepén találta volna magát. No, ebben a bezártságban jutott arra a gondolatra, hogy ő látott egy előadást Párizsban, a Camus-nek a Pestis című regényének a monodráma változatát. Ennek a példányát ő akkor megszerezte, ott volt vele a nagykövetségen is, ebben a bezártságban, ami maga a regény is a bezártságról szól, nekiállt és lefordította magyarra, mert úgy érezte, hogy ez az ő számára lelkileg, intellektuálisan is nagyon fontos. Mikor lejárt a kiküldetése, akkor hazatért Budapestre, és megkeresett engem, és kezembe nyomta a lefordított példányt, és azt mondta, hogy ismervén az én színházi tevékenységemet, én lennék alkalmas arra, hogy ezt megcsináljam. Lenne kedvem megcsinálni. Elolvastam, rendkívül izgalmasnak és aktuálisnak éreztem a mi viszonyaink között is, és éppen akkor dolgoztam egy fiatal rendező barátommal, Dömötör Andrással egy másik munkában. Nagyon megszerettem, szerettem a friss, eleven gondolkodását, formaérzékét, újító törekvéseit, és odaadtam neki a példányt, hogy nem lenne kedvem velem megcsinálni, mint rendezőnek. Őt is inspirálta a mű. Ő azt javasolta, hogy vonjuk be még Márkos Albert, Berci barátunkat, aki csellóművész és zeneszerző, és nagyon gyakorlott, nagy tapasztalatú színházi zenei ember, vonjuk be őt még társként. Így aztán hárman nekiálltunk dolgozni a munkám. A Francia Intézet támogatásával a mai esti előadás volt a 67. előadás. Nagy örömünk telik benne, nem csak a budapesti közönség láthatta, voltunk Magyarország sok jelentős színházi városában, ahogy ma este Debrecenben, voltunk már vele Szegeden, Kecskeméten, Pécsett, az Ördögkatlan Fesztiválon, Veszprémben, ott egy előadássorozatot játszottunk, ott bérletes előadásként is játszottuk az ottani stúdiószínházban. Játszottam Győrben, tehát külföldre is eljutottunk vele, magyar lakta területre, Kolozsvárot játszottam a Kolozsvári Nemzeti Színházban, Pozsonyban voltunk vele az Astorka Fesztiválon, sőt, eljutottam Brüsszelbe is, ahol éppen a 100. születés alkalmával a brüsszeli közönségnek francia felirattal szintén eljátszhattam. Úgyhogy az az érzésem, hogy még van benne, budapesti közönség is preferálja, teltház előtt játsszuk. Mindig egy nagy lelki felüdülés, hatalmas energiát és szellemi koncentrációt igényel, de rendkívül örömteli és jó, hogy elmondhatom ezt a történetet. Sajnos napjaink társadalmi atmoszférájában most is nagyon fontos, hogy ezzel a művel legalább nap mint nap egy kicsit a lelki és társadalmi higiéniát egy kicsit de csak egy picit meg tudom segíteni. Tisztességről beszélünk. Lehet, hogy ön tréfának veszi, de a pest is ellen csak tisztességgel lehet küzdeni. Bocsásson meg, de távoznom kell. Egyébként miért nem jelenti a szökésemet? Talán mert nekem is kedven támad tenni valamit a boldogságáért.
A nyugilabda szorongatása is lehet stresszoldó, ám ez nem túl kreatív. Így a következő percekben arra gondoltunk, hogy egy rajzközpontú művészet terápiával próbáljuk meg önöket is megismertetni, hiszen képzeletünket teheti még aktívabbá akár a rajzolás, akár a színezés. Vendégem Molnár Móni, rajzmeditáció oktató. Szervusz! Szervusz! Üdvözlöm a nézőket is! Egyre több helyen hallom azt, hogy lehet vásárolni különböző felnőtt színezőket, és hogy ez mennyire divat kezd lenni. Ez mikor jött be amúgy ide térségünkbe, vagy Magyarországra? Hiszen pár évvel ezelőtt még lehet, hogy furcsán néztek volna az emberre, hogyha bemegy egy papírírószer boltba, és azt kéri, hogy hát én egy felnőtt színezőt szeretnék vásárolni magamnak. Igen, ha jól emlékszem, kb. 2 éve jelentek meg itt nálunk ezek a könyvek. Legelőször egy amerikai hölgy kezdett el ilyesmiket rajzolni, és aztán most már nagyon-nagyon sokan rajzolnak. És igen, ezek általában olyan felnőttes témájúak, tehát nem kifejezetten gyerekeknek szóló könyvek. Ugye azt mondtam, hogy stresszoldó hatása is lehet mondjuk a rajzolásnak, az alkotásnak, a színezésnek. Hogyan lehet ezt elkezdeni jól? Van erre egyáltalán egy bevált recept, vagy mindenkire személyre szabottan kell ezt elkezdeni? Hát először is azt gondolom, hogy mindenki válasszon olyan könyvet, ami az ő ízlésének megfelelő, most már tényleg rengeteg van. Aztán utána pedig elég egy 12 színű színes ceruza, és el kell kezdeni szépen. Ennek többféle síkon van hatása ránk. Egyrészt a pszichinkre, másrészt pedig a testi folyamatainkra is nagyon jó hatással van. Nem mindegy, hogy milyen színekhez nyúlunk, de ez is inkább az egyéntől függ, éppen az aktuális lelkiállapotától, hogy milyen színeket fog használni. Nádasi Zoltán kollégám éppen a te rajzaidat követte le a kamerájával. Milyen a te alkotásod? Mi az, amit te ezzel ki szeretnél fejezni? Vagy ez már ilyen saját stílus, amiről esetleg fel lehet ismerni, hogy ez egy ilyen Molnár Mónis rajz? Igen, én remélem, hogy igen. Ezeket kifejezetten színezésre készítettem egyébként. És úgy gondolom, hogy a következő lépés már az, amikor nem készkönyveket veszünk, hanem mi magunk készítjük el azt, amit esetleg utána ki tudunk színezni. Ez akár ajándéknak is jó lehet egyébként, tehát itt nem csak magunkra kell gondolni, hanem oda is ajándékozhatjuk akárkinek, hogy színezze ki, vagy pedig már kiszínezve tovább ajándékozhatjuk. Mivel úgy tituláltalak, konferáltalak fel, hogy rajzmeditáció oktató, már eleve ez egy hangzatos dolog, és kicsit olyan furcsa is. Ezek szerint oktatsz, sok ember érdeklődik így a tevékenység iránt, de kiket mozgat meg ez az egész rajzmeditáció? Volt már nálam 11 éves kislány is, és 60 év fölötti hölgy is, voltak már nálam urak is, akik eljöttek a tanfolyamomra. Országosan elég sokan oktatunk már, itt a megyébe 2-en ezt a rajzmeditációt, és hát hogyha valaki eljön, akkor akár hasonló dolgokat tud rajzolni magának már egy-egy alkalom után. Azért is... ahogy említetted, hogy hangzatos, még kicsit furcsa, tulajdonképpen a rajzolás alatt már egy meditatív állapotba kerülünk, tehát akár akarjuk, akár nem, mert a jobb agyféltekénk lép működésbe. És mi ezt megerősítjük egy kis zenével, egy kis művészetterápiás gyakorlattal, és utána kezdünk egy kis mintarajzolásba, tehát ez egy komplex egész, ez egy 5 órás foglalkozás, ami alatt azért tényleg nagyon jól ki lehet kapcsolni. És hát jellemzően azt mondják, hogy elrepült az idő, hiszen ennek az is a lényege, hogy bekerülünk a flow-ba, amikor megszűnik a tér és az idő, és gyakorlatilag tényleg pillanatok alatt elmegy ez az 5 óra hossza. Van esetleg egy konkrét csoport, akinek ezt szívesen ajánlanád, akit igenis érzed mondjuk a tapasztalatok alapján, hogy nekik ez biztos, hogy jót tesz. Gondolok itt arra, hogy mondjuk sokat dolgozó hölgyeknek, vagy bármi ilyesmi, amit egy picit lehet szűkíteni, hogy nekik biztos, hogy jót tesz a lelküknek. A sokféle foglalkozású volt már nálam, de akik úgy igazán belemerülnek, és igazán
érzik a jótékony hatását, talán például akik könyvelnek, vagy egy teljesen olyan foglalkozásuk van, ahol inkább a balegyféltekét használják, tehát racionálisan gondolkoznak, számokkal dolgoznak. Ők tényleg nagyon jól kikapcsolódnak. Azoknak is jó, akik eleve szeretnek már ilyen művészeti tevékenységekkel foglalkozni, hiszen ez egy más. Ez mégiscsak egy kicsit még jobban rásegítünk arra, hogy meditatívabb legyen. De ahogy mondtam, tehát korosztályban is nagyon, nagyon széles a kör, akivel foglalkoztam már, és tényleg nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és foglalkozásokban is elég sok pedagógus jön el például. Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunknak elég stresszes az életvitele. Ugye mostanában divat ez a szó, ez a multitasking, hogy rengeteg mindennel foglalkozunk egy időben, és egyszerűen nem bírja már az agyunk a terhelést, tehát ez csak így kisül. És ez arra jó, hogy itt egy dologra összpontosítunk, tehát kihegyezzük a figyelmünket, ott vagyunk, ebbe vagyunk jelen, és ez nagyon segít abban, hogy egy kicsit oldódjanak azok a feszültségek, akár testi szinten is. Tehát nekem volt ilyen is a tanfolyamok végén, azért meg szoktam kérdezni, ki hogy érzi magát, és akkor mondták, hogy így minden így kisimult, tehát hogy a testében is érezte azt, hogy így szétárad a nyugalom. És hát ennek nyilván alátámasztott kutatási eredményei vannak, hogy ez tényleg így van alkotás közben. Akkor azt mondod, hogy ennek is van lényegében egy fejlődési folyamata. Akár mondjuk a kezdők kezdhetnek könyvekkel, már előkészített rajzokkal, és színes ceruzák után jöhet mondjuk a tűfilc, vagy akár már a saját magunk által rajzolt, kreált festmények, alkotások. Mennyi idő az, amikor az ember már átáll arra, hogy ezt nem azért kell csinálnom, hogy én most kikapcsoljak, hanem már azért csinálom, mert szeretem, mert megnyugtat. Kapsz ilyen visszajelzéseket? Igen, és már az első foglalkozás után, tehát valaki hazamegy, és onnantól kezdve rajzol. Például így született januárban egy mesekönyv, tehát ez óriási nagy élmény, hogy eljött egy tanárnéni, és úgy ment haza, hogy akkor rajzok mesekönyv, és kiadóban van a könyv április. Valószínűleg megjelenik. Tehát, hogy ilyen annyira jó beindítja az embereknek a fantáziáját, és akkor ez engem mindig meghat, és nagyon örülök neki, hogy ilyen visszajelzések jönnek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és szerintem a közelmúltban egy hosszabb beszélgetés is készült veled a Kölcsei TV berkein belül, a Harmóniában, úgyhogy aki szeretné megnézni mondjuk ezt a beszélgetést ismételve a honlapon megteheti, valamint a Harmóniát is megtalálhatják. Molnár Móni, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Programajánlónk után nincs is más feladatom, mint hogy megköszönjem figyelmüket munkatársaim nevében, és egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, kitartást a jövő hétre, a viszontlátásra!